Itt a nyár, a jó időre való tekintettel már most szombaton kinyit a tófürdő, ahol minden hétvégén külön programokat is kínálnak a fürdőzőknek. Védőoltás, Romániában ismét terjed a kanyaró, azonban a Magyarországon élők többsége védve van a fertőző betegség ellen. Baleset, súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett az a pilóta, aki helikopterrel zuhant le Sárvár térségében. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a jó időre való tekintettel az idén már június elején megkezdődik Szombathelyen a strandszezon. Szombaton kinyit a tófürdő, ahol minden hétvégén külön programokat is kínálnak a fürdőzőknek. Az utolsó simítások zajlanak a tófürdő területén. A hét elején már feltöltötték a medencéket, az öltözőket kifestették és befejeződtek a kerti munkálatok is. A nyitás napjára, június 3-ára már minden készen áll, így most szombaton a látogatók már kedvükre csobbanhatnak, csúszdázhatnak a tófürdő medencéiben. Az előzetes ANTS ellenőrzések azok megtörténtek, és mindent rendben talált a hatóság szerencsére. A vízmintát azt valamikor majd a hónap közepén fognak újra venni tőlünk júniusban. A látogatottsági adatokat illetően a tavalyi év az nem volt túl rózsás. Még biztosan sokan emlékszenek rá, hogy ez nem volt egy erős nyár, akkor 35 ezer vendéget fogadtunk, viszont egy évvel korábban, 2015-ben, akkor ugye folyamatosan dőltek a hőségrekordok, akkor 20 ezerrel több látogató fordult meg nálunk. Romániában ismét terjed a kanyaró, azonban a Magyarországon élők többsége védve van a fertőző betegség ellen. Annak azonban, aki külföldi utazásra készülődik, mindenképpen érdemes utána kérdezni, milyen fertőző betegségek jellemzőek az adott országban, és ez ellen milyen védőoltásokra lehet szükség. Sárgaláz, malária, tífusz, kolera, számos fertőző betegség veszélyezteti a nyaralókat. A hepatitis ellen egyre többen kérnek védőoltást. A szomszédos Romániában most a kanyaró terjed. Mielőtt valamilyen úti célt kiválasztunk, akkor teljesen körbe megvizsgáljuk, hogy hova megyünk, milyen oltások szükségesek, milyen előkészületek, tehát szóval felkészületlenül nem megyünk soha. Romániában, elsősorban a Székelyföldön ismét felütötte fejét a kanyaró, ez most a napokban derült ki. Érdemes tehát mindig friss információkat kérni az ANTS-től. Hargita megyében a pünkösdi utazások miatt közleményt adtak ki a megbetegedésekkel kapcsolatban. Azok a gyermekek, és azoknak közvetlen családtagja, akik még nem részesültek kanyaró védőoltásban, ezek ugye a 15 hónap alatti gyermekek elsősorban és a közvetlen hozzátartozóik, hát ne látogassák ezt a területet. Évente közel 200-an kérik a legkülönbözőbb oltásokat, többnyire azok, akik egzotikus országba utaznak pihenni. Érdemes időben tájékozódni arról, hogy az adott térségben van-e kötelezően beadandó vakcina. A fertőző mellgyulladások elleni védőoltás az, ami az első vonalbeli ajánlott oltások. Szinte mindenhova utazók részesülhetnek ebben, illetve ajánlott, hogy ezekben a védőoltásokban részesüljenek. Kötelező védőoltásként ugye bizonyos dél-amerikai országokban és afrikai országokban a sárgaláz elleni védőoltást kell fölvenni. Aki szeretné magát beoltatni vagy tájékoztatást igényel a szakemberektől ezzel kapcsolatban, az hetente egy alkalommal kedden veheti igénybe a lehetőséget az ANTS épületében. Súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett az a pilóta, aki helikopterrel zuhant le Sárvár térségében. A légi balesetben a vasúti felső vezeték is megrongálódott, emiatt órákig szünetelt a vasúti közlekedés Porpác és Ölbő között. Ebből a roncsból vágták ki a tűzoltók azt az osztrák férfit, aki repülőgépével lezuhant a 88-as főút közelében csütörtök délután.
A gép sitkén szállt fel, amint egy 250 kg-os sporthelikopter a Repceföldre esett, 50 méternyire a vasúti átjárótól, alig néhány méterre a közúttól. Zuhanás közben nekiütközött a villanymozdonyok áramellátását segítő vasúti felső vezetéknek. Az teljesen átvágta, ezért este 7:30-ig szünetelt a vasúti forgalom Porpác és Ölbő Alsószeleste között. A baleset miatt a 88-as főúton is órákig tartott a teljes útzár. A helyszíre a sárváni hivatásos tűzoltók lettek riasztva, akik kiérkezve a súlyos, sérült férfit kiemelték az összeroncsolódott pilótafülkéből, a helikopter pedig áramtalanították, majd átadták a mentőszolgálatnak, akik ezt helikopterrel szállították a Szombathelyi Markusovszki kórházba. A nagy háború centenáriuma kiváló alkalmat ad arra is, hogy eddig ismeretlen történetek napvilágot lássanak. Ennek egyik példája a 83-as gyalogezred elő- és utóéletéről szóló tanulmánykötet, melyet a levéltárban mutattak be. Az idei Hősök napja jelentette az apropót Németh Balázs könyvének bemutatójához az Ezek nem tudják, mi a háború címet viselő tanulmánygyűjtemény a 83-as gyalogezrednek állít emléket. Emellett a könyvben emléket állítunk a vasúti ezrednek és a császári és királyi vasúti ezrednek, valamint egy tüzérfőhadnagy harctéri visszaemlékezésének az első megjelenése is egyben, illetve Tarányi Ferenc főispán katonai szolgálatának a feltárását végeztem el még a könyvben. A kötet egy 15 éves kutatómunka eredményeként született meg, a négy tanulmányt magába foglaló kiadvány végleges formába öntésekor a szerző és a kötet szerkesztője is fokozott figyelmet fordított arra, hogy a nagy közönség számára is élvezhető olvasmány szülessen meg. Ezt a több esetben is nagyon sok adatot tartalmazó tanulmányt, például fotókkal, korabeli retusált színezett fotókkal és a korszakból származó kitüntetésekkel, okiratokkal, kinevezési okmányokkal színesítettük. A könyvbemutatón nem csupán a kiadvánnyal ismerkedhettek meg a rendezvény résztvevői, hanem egy kiállítás keretében megtekinthették a kötetben bemutatott tárgyi emlékeket, katonai relikviákat és okiratokat. Gotthárd Jenő születésének 160. évfordulóján Szombathely Elte Gotthárd Asztrofizikai Obszervatóriumban csütörtökön és pénteken este 8:30 és 10:30 között tiszta idő esetén távcsöves megfigyelésre várják az érdeklődőket. Holnap 9 és délután 3 óra között ingyenes tárlatvezetést is tartanak majd a technika történeti és meteor kiállításban. 1857. május 31-én Herény községben született Gotthárd Jenő, korának Európa hírű csillagásza. Úttörő munkát végzett az égitestek színkép elemzésével, illetve a csillagászati fotográfiával. A természettudós mérnök az akkoriban új tudományágnak számító asztrofizikával foglalkozott, és megfigyeléseihez maga építette a műszereket. Ezekből számos ma is megtalálható az Elte Gotthárd Asztrofizikai Obszervatórium múzeumában, és ugyanitt egy különleges meteorit gyűjtemény is látható. Az érdeklődők megtekinthetik a múzeumunkat, a Gotthárd Tudomány és Technika Történeti Állandó Kiállítást, ahol az alapítónak a hagyatékából adunk keresztmetszetet, illetve egy meteor kiállítás is megtekinthető, meteoritot lehet simogatni ezen a kiállításon, és hát este, ha az időjárás is kegyeibe fogad bennünket, akkor megfigyelés lesz Hold, Jupiter, illetve az égboltnak az egyéb látnivalói. Fontos időszak a tavasz a vadgazdálkodás szempontjából. Május közepétől születnek meg ugyanis a gímszarvasborjak, a gímbikák agancsfejlesztése pedig a végéhez közeledik. A vadászok ilyenkor a szaporulatot mérik fel az erdőkben. Kora reggel vagy az esti szürkületben merészkednek leginkább elő a sűrűből a szarvasok és az őzek. Ilyenkor figyelik meg az állományt és az idei szaporulatot a Szombathelyi Erdészeti ZRT vadgazdálkodási munkatársai. A gímszarvasok párzási időszaka szeptemberben van, a borjak május közepétől jönnek világra. Ez a távolban legelésző tehén például még vemhes. Az már egy információ számunkra, hogy minden tehénnek van-e borja. És hogyha van borja, akkor abból pedig látjuk, hogy annak a minőségéből, hogy milyen az állomány. Úgyhogy ezek fontos információk nekünk egyrészt. Másrészt önmagában a
a vadgazdálkodásnak az alapja, a vadászatnak az alapja az mindig a megújuló, tehát az utód nemzedéknek a száma, tehát ez a hasznosításnak az alapja. Az időjárás jelentősen befolyásolja a vadállomány létszámát és minőségét, hiszen ha dús a vegetáció, bőséges a táplálék, így nem csak a szaporulat lesz nagyobb, hanem az agancsok mérete is. A tavalyi évben is, de az idei évben is elmondhatjuk azt, hogy minden környezeti feltétel optimális ahhoz, hogy az előző évhez hasonlóan jó adottságú és jó agancs tömegű átlagsúlyok legyenek. Nyilván még nincs vége ennek, tehát az agancsfejlődés időszakában vagyunk benne közepében. Az időjárás a vaddisznók szaporulatának is kedvez. Ez a csapat annyira biztonságban érzi magát táplálkozás közben, hogy egészen közel mehettek hozzájuk a megfigyelők. Ezeknek az állatoknak az ivarzási és a vemhességi ciklusuk is rövidebb, mint a szarvasoké, így ha megfelelőek a körülmények, szinte éven át zajlik. Vas megye területének mintegy 30%-át erdő borítja, már csak ennek köszönhetően is a vadlétszám az országos élmezőnyben helyezkedik el. Összesen 7 érmet nyertek a Haladás VS szabadfogású birkózói a felnőtt országos bajnokságon. A szombathelyi sportolók közül 3-an a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel. A hagyományoknak megfelelően alaposan kitettek magukért a Soroksáron rendezett felnőtt országos bajnokságon a Haladás VS szabadfogású birkózói. A vasiak 3 első, 1 második, valamint 3 harmadik helyezést gyűjtöttek be, aminek köszönhetően az összetett pontversenyben is az élen végeztek. A 36 pontot gyűjtő szombathelyek a 32 pontos Vasast megelőzve diadalmaskodtak. Mindig ez a célom, főleg az, hogy csapatba megnyerjük a pontversenyt. A magyar bajnoki címek tekintetében 285-nél vagyunk, ugye ez egy hatalmas szám, és hát jó sikerült a verseny, lehetett volna jobb is, rosszabb is. A szombathelyi versenyzők közül ifjabb Veréb István, Csercsics Rihárd és Molnár Bálint nyerte meg súlycsoportja küzdelmeit. Utóbbi a 74 kilósok között mindhárom ellenfelét meggyőző fölénnyel múlta felül. Örülök, hogy sikerült végre megszereznem az első magyar bajnoki címem felnőttbe, ugyanis már volt 3 ezüstérmem, úgyhogy ez már úgy érzem kiárt. Hát igazából 3 meccsem volt, abból az első 2 az úgymond sima volt. Technikai tussal nyertem az első menetbe, a harmadik meccs volt a döntő. Az egész országos bajnokság egyik legjobb mérkőzését a 125 kg-os súlycsoport döntője hozta, melyben 2 szombathelyi versenyző nézett farkas szemet. Meglepetésre Csercsics Rihárd 5-3-ra legyőzte Ligeti Dánielt. Megmondom őszintén, annyiban volt váratlan, hogy így az elmúlt években most nem éreztem, tehát volt már, hogy jobb formában éreztem amúgy a versenyek előtt, most ezt annyira nem éreztem, hogy jó formában lennék. És meglepetésemre, hogy a verseny napján jó erőben voltam, nem fogytam el a meccs végére, robbanékony tudtam maradni a végén is, meg tudtam csinálni az akciópontokat, úgyhogy összességében elégedett vagyok. A Vasi Klub birkózóira a közeljövőben is jelentős feladatok várnak. A fiatalok a hazai, még a felnőttek inkább a nemzetközi versenyeken mérhetik meg tudásukat, felkészültségüket. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!